Szinte nincs olyan területe az életünknek, amelyre ne nyomta volna rá a bélyegét valamilyen formában a több mint egy éve kezdődött koronavírus járvány. A családi életben különösen éreztette hatását a pandémia. Az első hullám idején komolyabban vettük a járványügyi szabályokat, a családtagok sok időt töltöttek otthon együtt, próbálva ennek pozitív hatásait megélni különféle programok, tevékenységek formájában. Nyáron aztán igyekeztek kiszabadulni a bezártságból, majd ősszel a második szakasz érkezésével nehéz volt ismét lemondani bizonyos dolgokról. A járványhelyzet negatív hatásai ekkor kezdtek el felerősödni. Egyre többen lettek, akik nem tartják be szigorúan az előírásokat. Szintén a hátrányok közé sorolható, hogy vannak családok, ahol az erőszakot és a korábban szőnyeg alá került konfliktusokat is előhozta az összezártság. Mindemellett az ismerkedést is negatívan befolyásolja jelenleg is tartó helyzet. Aki kilép egy hosszabb tartó kapcsolatból, annak most ebben a járványos időszakban esélye nincs arra, hogy új kapcsolatokat hozzon létre, mert nem jár be a munkahelyre, tehát nincsenek a munkahelyi találkozások, nincsenek kulturális rendezvények, a sportrendezvények is meglehetősen csekély számúak. Tehát nagyon lecsökkent a találkozási lehetőség. Ez bizony a kapcsolatokat, a később kialakult kapcsolatokat bizony elég negatívan befolyásolja. Nincsenek tehát könnyű helyzetben az egyedülálló fiatalok. Közülük többen emiatt tovább is laknak otthon szüleiknél. Amellett, hogy egyre többeknél a karrier háttérbe szorítja a családi értékeket és kevésbé akarnak elköteleződni, a járvány idején széles körben elterjedt otthoni munkavégzés is nehezíti az úgynevezett mama hotelből való kiköltözés folyamatát. Pedig a mobilizáció egyúttal ismerkedési lehetőséget is jelentene sokak számára. Éppen azzal, hogy a távmunka egyre gyakoribbá vált, emiatt sok esetben azokat a mondjuk albérleti lehetőségeket, vagy más városba költözési lehetőségeket is feladják, mert hát otthonról is lehet dolgozni. És ez biztosan felerősítette a szülői családnak a szerepét. És hát nem csak amiatt, mert hogy nincs kapcsolata, hanem amiatt is, mert a munkahely sem kényszeríti őt arra, hogy elköltözzen. A magyar férfiak jelenleg átlagosan 32-34, a nők 30-32 éves korúban kötnek házasságot. Sokan ekkor válnak csak le a szülőkről és lesznek önállóak. Azt, hogy mi lenne erre az ideális életkor, nehéz meghatározni, sok mindentől függ ugyanis. Ilyen például, hogy milyen út van az adott személy előtt, tanul-e még, vagy van-e már állandó munkahelye.